Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Kafarnaum városába Jézus szombaton bement a zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon elcsodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, ez így kiáltott fel. Mi közünk egymáshoz, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, hallgass el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatt az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették, mi ez? Új tanítás és milyen hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igé. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevembe, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél. Szeretett testvérem, nagyon súlyos a pap feladata. Az egyház prófétai küldetésében részesültetek ti is, nektek is hirdetni kell az evangéliumot. És nagyon vigyázzunk, hogy egyetlen szót se mondjunk, ne merészeljünk mondani, amit Krisztus és az egyház nem mondott, és ne más Isten nevében beszéljünk. Kedves testvérek, Isten közeledése a bűnbeesett emberhez többszörös kudarcra van ítélve. Ennek nem Isten az oka, és nem az ő képére teremtett ember, hanem a bűnbeesés, az, hogy az emberiség elvadult az Istenhez, és össze-vissza képzelődik róla. Isten közeledik. Igen, de lét egészen más létezés. Istensége végtelen hatalom, és ez rettegés kelt az emberben, hogy hallottuk az első olvasmányban. Persze azért közelített a proféták által, hogy majd föltárja belső életét Jézus Krisztusban. Ő Istennek a kinyilatkoztatása, nem csak a szavai, hanem a kereszten függve is. Ekkor pedig az a kudarc vár Istenre, ja, ilyen gyönge, nem győzött, akkor nem Isten. Istenségének léte, az az egészen más létezés nem úgy mutatkozik be az Úr Jézusba, mint hatalom, amely összetör, hanem mint egészen más szeretet. De azért ez az egészen más létező, ahogy közeledik Mózeshez, Illéshez, Jeremiáshoz, ahogyan az ószövetségi ember sokszor meglátogatja, az rettenetes félelmet vált ki, és a Szentírásban 368-szor minden napra jut egy, mondja Isten, hogy ne félj. De hát félünk. Miért félünk? Mert egészen más. A gyereknek itt vannak a félelmei. Sose felejtem el, szülőfalomba lehoztak kis rokon gyerekeket, és a szomszédba elbődült a tehén, és az egyik azt mondta, jaj, mitől félek? És megmagyarázták, hogy az egy nagy állat, az olyan, mint egy kutya, csak nagyon nagy, és ilyen hangja van. Tehát hasonlít. Megnyugodott. Hogy van valami benne, ami hasonló a többihez, ekkor már birtokba vette. Igen. Tehát egyik tulajdonság hasonlít a másikhoz, másba eltér, de a gyerek megkapta a filozófia legmagasabb szintjét, rögtön tudja, hogy
ja, olyan, amilyen a világ. Igazából nincs nagy meglepetés, csak nagyobb, csak más. De ez a világhoz tartozik. Isten azonban teljesen különbözik a világtól. Ez a legfélelmetesebb benne. Létezésében különbözik. Nem így van. Én vagyok, aki vagyok. Hogyan imádkozunk mi ehhez az Istenhez? Ő az, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Keresztény filozófusok, éppen egy ferences Dunszkótusz elemzi azt, hogy Istenre nem jó ez a szó, hogy van. Istenre nyugodtan azt is lehet mondani, hogy nincs. Mert amire mondjuk, hogy van, az mind ebben a világban van. Egyfajta ateizmus az lelki intelligencia, hogy nem a felhőn csücsül, gyökeresen más. Nem ennek a létezésnek a végtelenbe vetítése. Természetesen jobb, ha azt mondjuk, hogy van. De ez a szó már férges, mert egy pók van a sarokban. A szemét ott van, kirakva az utcára, hogy vigyék el. Isten nem így van. Amikor az emberhez közeledik, akkor az ember mindig megrémül. Az égő csipkebokor előtt Mózes ott remeg, de Isten nem égő csipkebokor, szól az emberhez, és íme kinyilatkoztatja magát. Testvérek, az egész Biblián kívüli panteista vallás, tehát az, hogy a világot isteníti, az tulajdonképpen egyfajta bujkálás ettől a félelemtől. Mert azért a világenergia, a világ része, én is az vagyok. Hát nem olyan sokkal különbözik. Az Olimposzon laknak az istenek, és irigykednek, házasodnak, minden, akkor nyugodtak lehetünk, azért hasonlók hozzánk. Nagyon nagy értelmi tisztaság kell a hithez. Hatalmas intelligencia. Már az a kérdés is szennyes, hogy mikor lett az Isten. Nem lett. A dolgok lesznek. Teljesen másképp van. Ugye érzitek most, mit jelent az, hogy szent, 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 szent a seregeknek, Ura Istene. Pázmány Tedeumból. De mégis ez az Isten közeledik az emberhez, és szól hozzá. Ahogy beszéltem a múlt vasárnapokon, a pogány vallásokat nem is azt különbözteti meg a kereszténységtől, hogy egy istenit, meg több istenit, azért annyi eszük van, hogy egy azért a végső elv. Csak az nem szól. Az megszólíthatatlan a sors. Ezért a kisebb megjelenési formáival beszélünk, a széllel, a tűzzel, stb. Illésnél elvonultatja Isten ezeket a jelenségeket, és azt mondja, nincs benne az Úr. Ez az egészen más Isten szólt Ábrahámhoz. Én vagyok. És Mózeshez. Én vagyok, aki vagyok. És az, hogy szól valaki, valakihez, testvérek, ez egy hallatlan esemény. Ez azt jelenti, hogy ki akarja nyilatkoztatni azt, ami benne van. Van bensősége az Istennek. Belső világa. Testvérek, és csak ahhoz szólhat, akinek van belső világa. A kőzeteknek nincs belső világuk. Ezért lehet kutatni őket. Növényeknek sincs belső világ, az állatoknak sincs. Nem személy, nem szabad. Egyéniségük van. Ezért igazából az ember csak a másik emberhez szól. És azért a beszédnek a végső célja nem információadás, a végső célja, amit megért a magzat is, amikor az édesanyja beszélget hozzá, miért szól hozzá? Hát logikátlan. Hát nem érti. Érti. Azt jelenti, hogy szeretlek. Beszédnek ez a legmélyebb funkciója. És ezt nem tudja elfogadni a pogány, mert az az ős elv, az nem valaki, az valami. Az a sors, ami az isteneket is irányítja, valami belekódoltság a világba. Testvérek, annyira eredeti, annyira botrányosan új a vallásunk, hogy a világ történelem nem tudja befogadni. Utál minket. Nem hasonlít semmihez se, tessék elvinni.
A megnyilatkozásai hasonlítanak, mert azért a pogány is keresi az Istent, és Isten ezért szereti. Ő is leborul előtte, imádkozik, böjtölsöket. Testvéreim, a kinyilatkoztatással valami soha nem volt kezdődik, és, ami, és a pogány szerint ami nem is lehet, hogy az az ősel az valaki, és mindig szól az embered, és ki akarja nyilatkoztatni magát, azért szól. De az ember megijed, most hallottuk, nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghalljak. És akkor Isten ígér valamit. Jó, majd fogok körökökből egy olyan prófétát támasztani, mint Mózes. Ez a második törvénykönyve van. Szentatyán fölhívja erre a, erre a zsidó Bibliában, a mi Bibliánkban megőrzött kijelentés megdöbbentő voltára a figyelmünket. Mert a könyv végén meg azt írják, nem is lett többet olyan proféta, mint Mózes. Vagyis a zsidó profétákat nem ezzel ígérte meg az Isten. Mózes szemtől szembe beszélt az Isten, mint barát barátjával. De azért azt mondja a Szentírás, hogy nem látta előről, csak mint egy hátulról. A zsidó apostolok húsvétkor ismerték föl, hogy ez a názáreti férfi, ez szemtől szembe van az Istennel. Ez a Mózeshez hasonló proféta, de sokkal nagyobb. Aki az atya kábrén van, és mégis emberré lett. Jézus Krisztusban az atya, az ő örök fiában, aki emberré lett, kinyilatkoztatta belső életét. Föltárta, hogy belülről ne féljetek, nincs hatalom, belül szeretet van. Sokszor idézzük azt, hogy szeretet az Isten, de azt remegve kéne idézni. Félelmetesen nagy szeretet. Más szeretet. Csak szeretet. Ezért, amikor a világba jön, a világban levő hatalommal nem tudja felvenni a harcot. Mert nem az a, hogy mondjam, a birkózóknál, nem az a fajsúlycsoport. Ezért nem tesz csodát Pilátusnál. Nem száll le a keresztről, mert más fajta tehetetlen a politikai hatalommal. De jaj, a politikai hatalomnak, ha megfeszíti, nincs jövője. Ha leszállna, akkor hiszünk neked, mondják, hogy ne. A fejükbe levő megalomániás istenképnek hinnének, nem a kinyilatkoztatott Istennek, akinek ebbe a világba el kell buknia. A szentjeink mind elbuktak. Vagy kivégezték őket, vagy pedig a saját környezetük is utálta őket. Pilinszky mondja, hogy a nagy művek ott lesznek zseniálisak, hogy bele bukik az alkotó. A bukás bele van komponálva. Mikor kamasz fiú volt, mindig meglepte az, hogy a nagy irodalmi művek unalmasak. Tessék már azt mondani, Bach is unalmas. Mozart unalmas, a Gregorián az unalmas. De nem az unalom előtt van, hanem az unalmon túl. Egy művészet, ami nem akar unalmas lenni, az gics, az hazudik. A nagy művek hasonlítanak a megtestesüléshez. Isten belebukik a szeretetbe. De föltámad. Érdekes, akkor se jelenik meg Pilátusnak, hogy na, milyen hatalmas vagyok. Nem jelenik meg a főpapunknak, hogy térjetek meg, az nem megtérés lenne. Az megint felsorakozás az ő megalomániás Isten képükhöz. Testvérek, a kereszténységhez egyfajta emberi zsenialitás kell. Mint Páli, hogy felismerje, hogy ez az Isten gyöngesége, de az Isten gyöngesége erősebb az emberek erejénél, amely pusztítani tud a tankoknál, a bankoknál. Azok belebuknak, már belebuktak, tarts ki, szeress! Egy világ belebukik saját magába, amely nem meri vállalni a szeretetnek ezt a gyöngeségét. Az egész történelem Isten hatalmas kudarca azokban, akik Isten belső kinyilatkoztatását nem ismerték fel, vagy félreismerték,
Tehát azt hiszik, hogy olyan hatalmas, hogy el tud tiporni. Isten nem tud eltiporni. Nem tud rosszat tenni. Akkor meg itt jön a keresztény kudarc, ja, akkor olyan gyönge. És visszaélünk vele. Vigyázz, tűzzel játszol, mert nincs más örökké valóság. Az a kárhozat, hogy Isten nélkül maradsz. Önmagát jelöltek örök életednek. Testvéreim, egy mozzanatban azonban Jézus életében fölismerhető Isten belső életének hiteles föltárulása. Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas, míg a tisztátalan lelket is engedelmeskednek neki. Az, hogy Jézus a hatalmát nem használta rosszra. Halálos betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott. Távolból a pogány százados szolgáját is meggyógyítja. De ez a hatalom nem tud rosszat tenni. Az emberi hatalom olyan, hogy van hatalmam, jóra is használhatom, itt van a hat, meg áthatok is. Istenben nincs. Isten nem tud ártani. Amikor átmennek az apostolokkal a szamariai vidéken, és a zsidók azokat úgy lenézték, olyan eretnek társaságot, és nem fogadták be Jézus meg a társait, mert Jeruzsálembe mennek. Szóval hívd le rájuk az Isten nyilát. Húha! Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy embereket pusztítson el, hanem embereket megmentsen. Nem tud bosszút állni, nem tud elpusztítani. A sátán se pusztítja el, ez a baja. Nem pusztítja el. Ő egy megáltalkodott szellem. Nem tudjuk felfogni. Ez a kereszténység legnehezebb igazsága, de ez tény. Isten szereti. És ez a pokol. A visszautasított szeretet. Azért kicsit mi is megérezzük, akár gyerekkorunkban is, amikor dacolunk a szeretettel. Mi közünk egymáshoz, Názareti is, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Nem azért jött. Nem pusztítja el őket. A bukott angyalokat sem pusztítja el. Ismétlem, ez lesz örök kározatuk. Hanem tovább szereti őket. És ők visszautasítják. Nincs megsemmisülés, kárhozat van. Az is egy emberi kibúvóám, hogy szeretnénk inkább megsemmisülni. Nem. Azt mondja Eliot egy hatalmas nagy drámájába, amely Beckett Szent Tamásról ír, gyilkossága Székesegyházba Vas István fordította. Nem a haláltól félünk, hanem ami a halálban nem is halál, a kárhozattól. Igen. És az istentelen élet ide vezethet. Testvérek, a bűnösök az Jézus irgalmas. De amikor a szent lelket káromolják, azt mondja, nincs bocsánat. Amikor nem akar megtérni. Jézus hatalma nem pusztít. Nem azért jöttem, hogy embereket pusztítsak, hanem hogy megmentsek. De maga megmentésére nem tudja ezt a hatalmat használni. Képtelen. A Szentnek nem fog, sose fordul a keze saját maga felé, ez nem igaz. A Szent Háromságban nem ez van. Testvérek, itt a Szent Háromságnak az élete tárult fel. Tehát nincs olyan, hogy van egy hatalmas istenség, ami tönkretehet, és az belül három személy. Nincs előbb vagy utóbb, de állítom azt, hogy inkább három személy van, és az az istenség. Itt van a vallástörténet tragédiája. Mindegy, hogy melyik Istent imádjuk, nem mindegy. Mert az az Isten, amelyik nem szent háromság, az nem létezik. Az Isten az az istenség, hogy három személy őrült szerelme. Hihetetlen szeretet. Az Isten nem csak kifelé szeretet, hogy minket szeret, hanem befelé az. Ő ismeri a szeretetet, mi nem ismerjük. Amikor az egyház monoton módon állandóan atya, fiú, szentlélek, dicsőség. Te tudod, miről van szó? Arról, hogy ezért van szerelem. Ezért van barátság. Hát persze eltorzítjuk.
tönkretesszük. De testvéreim, a mi életünkben is. Nem a legnagyobb gyöngeség az igazi szeretet? És nem az az erő? Nem az Istenség hordozza a három személyt, szabad ilyen ostobaságot mondani, hanem a három személy birtokolja az Istenséget. És Istennek nincs teste. Egymásban van a három személy. Élelmetes, égő csipkebogor előtt állunk. Jézus ezt hozta. Csak itt nyugodhat meg a kereső elme. Ezért minden vallás csak keresés lehet. A keresztény nem keres többet, talált. Őt találta meg az Isten. És most ebben megy tovább. Most az életemnek a hozzáigazítása. Igen. Nincs Isten. Három személy van. Atya, Fiú, Szentlélek. És ez az Isten. Egy jezsuitától olvastam, nagyszerű. Azt mondja, hogy Isten hatalmas? Nem. Isten mindenható? Nem. Isten örökkévaló? Nem. Isten mindentudó? Nem. Isten csak szeretet. De ez a szeretet örökkévaló, ez a szeretet mindenható, ez a szeretet mindentudó. Lekész Ó és Új Szövetség előttünk van most. És Betlehem gyöngesége, és a kereszt gyöngesége, és a föltámadás húsvét hajnalának az a hihetetlen hihetősége, Isten gyöngesége és ereje. És testvérek, azért a szentjeink bizonyítják, hogy így van. Gyöngék voltak, és mégis erősek. Amit ők képviseltek, az marad. A többi kihullik, mint szemét a történelem, és az utolsó ítélet rostáján a mi életünkben is. Merüljetek el a Szent Háromság imádásába. Gondoljatok arra, hogy amikor jön a kisunokátok, és megtobban a szívetek, ez innét van. Amikor szerelmesen tekint feleségedre, férjedre, ez innét van, ez nem az állatvilág. Nem. Isten fölemelte egy teremtményét, a legkisebbet, amit alkothatott, mert ennél kisebb az már az állat, azt nem tudja felemelni. A személyes szintre képessé tette a szeretetre. A bűn ez, hogy ezt elveszítettük, csak a vázlata maradt meg. Csak a kívánság is ebben kínlódik. Ebben szenved a diszkózó és örjöngő fiatalság. A levélszegedő ember, kábítószerhez nyúló. Valami végtelen szeretetre vagyunk beállítva, és az lehetetlen. Krisztusban lehetséges. Ő benne kimondta magát az Isten. Nem szavakba, szavakba is mondta. De az utolsó kép megmutatta kezét, lábát és oldalát, a sebek helyét. Amen.